Bemutatkoztak a szövetség háromszéki fiatal polgármester jelöltjei, Régy, Mikó Újfalu, Nagyborosnyó és Barátos RMDSZ-es polgármester jelöltjei terveiket és elképzeléseiket ismertették. Kovászna megye négy legfiatalabb RMDSZ-es polgármester jelöltjét mutatták be szerdán a háromszéki sajtónak. Barátoson és Nagyborosnyón elsősorban felzárkózni kell a környező településekhez, Réten folytatni szeretnék az előző csapat elképzeléseit, Mikó Újfaluban új lendülettel kezdenének a munkának. Úgy gondolom, hogy Mikó Újfaluban egy új lendületre van szükség. Ez a csapat, akinek az élén én állok, ezt tudja ezt az új lendületet biztosítani. Fiatal tanácsosok, új tanácsosok kerültek be a listára, akikkel az elmúlt időszak terveit ki tudjuk vitelezni, hogy fiatalként más az embernek a világ szemlélete, másképp akar bizonyítani, én is ezért vállaltam ezt a feladatot. Sokszor könnyebb valamit létrehozni, mint fenntartani, működtetni létesítményeket, emelte ki a Réti kihívásokat az RMDSZ polgármester jelöltje, aki fiatal szakemberekre építve szeretné csapatát összeállítani. Én soha nem mondtam azt, hogy ne menjenek külföldre például a fiatalok. Én is voltam külföldön, és ezt egy hasznos dolognak tartom, de haza kell térni. És úgy érzem, tehát fiatalon még lehet ezeket a tapasztalatokat úgymond kamatoztatni a közösség érdekében, tehát kicsit nagyobb a lendület, kicsit más a perspektívája még ilyenkor az ember. Barátos RMDSZ-es polgármester jelöltje, Táncos Szabolcs elmondta, számára bíztató volt, hogy sok a fiatal polgármester jelölt háromszéken, ezért is vállalta, hogy indul a választáson. Nagyborosnyón bonyolultabb a helyzet, nehéz szociális kérdésekkel is meg kell a jövőben birkózni, és sok mindenben fel kell zárkóztatni a települést, emelte ki Kanyó Antal, akinek az áldi színeiben induló jelölttel kell megméretkeznie.